Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 6-án. Az első kérdés az lenne, milyenek az ő gondolatai, mi foglalkoztatja őt. Mik a tervei, erre megadja ez a felső kártya a választ. Itt ez a kettes szám két személyre utal, viszont a képen három személyt láthatunk. Egy nem tartozik oda, de ott van a háttérben, és figyeli az eseményeket, mégpedig a háta mögött. Ezt ő tudja, mert ő ezen elgondolkozik. Akármit tesz, akármilyen lépéseket, és figyeli a játék szabályokat, valaki mindig ott van a háttérben, és figyeli őt. Ez lehet egy férfi, viszont lehet egy nő is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése van. De ő ezt nem akarja mutatni kifele, hogy ő átlátott ezen. Pontosan ezt mondja neki ez a belső hang is, erre utal ez a kártya, az érzelmei. És ő valahogy érzi belülről, hogy nem szabad, hogy ő elmondja azt, amit ő itt lát. És ő pontosan azt érzi, amit a gondolatai itt mutatnak, hogy itt hamisság van, valaki a háttérből figyeli az eseményeket, de nem szabad, hogy ezt ő kimondja, nem szabad, hogy ezt ő kimutassa, hanem ilyen vidámnak kell lenni, mintha nem történt volna semmi. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ez a kártya mutat egy találkozást és beszédeket is. Én úgy mondanám, hogy azt, amit ő itt átél, hogy valaki a háttérben figyeli azt, amit ő tesz, és ő ezt titokban akarja tartani. Mert nem akarja azt kimutatni, hogy ez a harmadik személy megtudja, hogy ő átlátott ezeken a hamisságokon. Viszont veletek nyitott kártyával játszik. Ő nektek ezt elmondja. Vagy kéri a véleményeteket. Mit tennétek ti ebben az esetben? És ezután, a beszélgetés után megváltoznak itt az események, mert ez a napi kártya változásokra utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy ezt ti megrendelitek, és akkor ez egy személyes videó, természetesen név nélkül egy személyes jóslás, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!